Na gyerekek, szétnézünk egy kicsit Denvernek a belvárosában. Első megállunk lesz a pénzmúzeum. Itt valami művész. Pénzmúzeum. Ingyenes belépő. Menjünk be a Fedhez, lám adnak egy kis pénzt. Egy kis quantitative easing rám férne. Bedugtam a fejem a 100 000-esbe. Free money. One per visitor. Oh, we're gonna get free money? I'm gonna take some free. Na gyerekek, egy zsákpénz ingyen. Hát már azért megérte eljönni. Ingyen belépő és egy zsákpénz ingyen. Oh, milyen romantikus kiírások vannak. The Federal Reserve and you. Are you recording, sir? Yeah. Oh, it's not allowed? Operaház, galéria. Ja, tényleg olyan, mint a Las Vegas-i film. Buell Theater, színház. Sok minden van. Koncertterem. Bazi nagy az ömedbe. Rent me. Jump. Uber. Ez itt a 16-os utca, Downtown Denver. Sétáló utca. Csak egyedül a busz jöhet ide be, meg gyalogosok. Teli van mindenféle üzletekkel, vendéglőkkel, mallokkal. Meg mindenféle érdekes, színes emberekkel. Multikulti. It's sugar! Csak nézelődünk, nem vásárolunk. Amúgy sincs szükségünk semmire. Elmegyünk ide az utca végig, megnézzük a mafiának az épületeit. Colorado állami mafia épület. Denver városi maffia épülete. Húzzák itt a talpalával ott van. Hol van még egy kicsit arrébb? Hol ez az? Na, beton dzsungel közepén. Egy kis felüdülés, egy kis zöld. Menjünk be, nézzük meg, hogy milyen zöldet árulnak itt.
Ez volt a Downtown Denver. Most megyünk, megnézünk egy magyar parkocskát, emlékművecskét, valamit még nem tudom milyen, meglássuk hamarosan. Gyerekek, tudtátok, hogy Denverben van magyar park? Magyar szabadságpark. Park. Ha? Én se tudtam. Hungarian Freedom Park, 1956. Megnézzük az emléktáblát is rögtön. Emlékmű Denverben, gyerekek. Az 56-os forradalom emlékére. Sajnos nem nagyon látszik itt, mert sötét van. Mi van? Mi vagy ilyen rossz? Ülj le, ülsz! Sit! Ülj! Ülj le! Tomon, ülj! Ülj! Ülj le!